Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, az Ornai Petri Csoma Könyvtár Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Bajernik Simonetta könyv alkotó, könyvíró bemutatóján, pontosabban ezt a könyvet fogjuk is megismerni a délután folyamán. Simonetta Békés Csabán született, a mai napig itt él, és kozmetikus mesterként szépíti a hölgyeket, urakat a Beauty Milano szépségházban. Egyedülálló anyaként neveli 14 éves fiát, akivel 3 évvel ezelőtt nyaralni indultak, és családi kalandjaiból vlog született, melynek szórakoztató hangvétele hamar nagy tetszést váltott ki. Többen biztatták, nem csak az olvasók, hanem az íráshoz értő szakemberek is, hogy írjon nagyobb terjedelemben. Így született meg 2020. decemberében első könyve, melynek címe Nem mind arany, ami férfi, avagy Kalandok, kalandorok nem kíméltek. Ebben a könyvben humoros formában mutatja be a mai kor internetes párkeresési tapasztalatait, illetve emellett még európai kalandok vicces eseményeit, de szó esik benne önbizalomról, pozitív testképről és önelfogadásról is. Bár a könyv humoros, mégis komoly üzenete is van, elvált, egyedülálló nőknek szeretne segíteni, reményt nyújtani. Hisz benne, hogy a mai világban szükség van mind a téma felvállalására, mint pedig a humorral, a szórakoztatással megmutatni, hogy nincsenek egyedül a hasonló élethelyzetben lévő nők. A cím is utal a női-férfi kapcsolatra, és a könyv egyik részébe a társkereső oldalakon szerzett tapasztalatairól szól. Konkrétan mit is tapasztaltott? Erre mondják, hogy ha én azt elmondanám, de hát én le is írtam. Igen, érdekes dolog ez, tehát azt tudni kell, hogy amikor egy válás után egy burokból kijön egy nő, akkor valahogy azt gondolja, attól függően, hogy hány éves kapcsolat után, de valahogy azt gondolja, hogy ugyanott tart a társkeresés, mint amikor az előző párt megismerte, és aztán hamar rájön, hogy a mai világ már nem erről szól. És persze az elején még az ember naívan, meg hiszékenyen áll, mindent elhisz, aztán hamar rá kell döbbenni, hogy nem így van, és ezáltal egy rutint, egy tapasztalatot szerez az ember, és az az érdekes, hogy hihetnénk azt, hogy ez most csak velem történik ilyen, de nem. Amikor vannak ilyen rendezvények, akkor nagyon gyakran kapom ezeket a visszajelzéseket, sőt most azért mosolygok ennyire nagyon, mert pont délelőtt az egyik hölgy, aki megrendelte a könyvet, és ez már a harmadik eset, aki azt mondta, hogy ez a fickó őt is megtalálta. Szóval érdekes. Vannak ilyen alaptípusok akkor? Nem csak, hogy alaptípus, az a konkrét személy találta meg, és itt sztorizgattuk, hogy neked is ezt mondta, nekem is ezt mondta, neked is előadta. Nagyon érdekes akkor. Kicsi a világ. Bizony, vannak ezek az alaptípusok. Egy idő után már azért ki lehet szúrni, és nehéz ezt így megfogalmazni egyébként, mert ez egy folyamat, ugye, ahogy beszéltek is az elején, ez 5 évnek a folyamata, ami leíródott, de maga az érzés, a tapasztalás, az tulajdonképpen az lett a vége, hogy valóban ezt kell mondani, hogy az internetes társkeresés az olyan, mint egy húspiac. Tisztelet a kivételnek, biztos vannak, akik tényleg valódi ismerkedésre használják, de a legtöbb sztori az tényleg erről szól, hogy felhígul, nagyokat mondanak, azt hiszik, hogy azért, mert ott van egy nő, akkor már bármit kérhetnek, mert örüljön, hogy valaki szóba áll vele, vagy hát ő is azért van ott, hogy na. Úgyhogy érdekes történeteket indított ez meg az olvasókban is, akik aztán megnyíltak. Mert valahol mindenki azt hiszi, hogy ha veled történik valami rossz, valami kellemetlen, azt szégyelni kell, és hú, csak velem, hú, csak én vagyok ilyen pehjes. És mivel én úgymond egy ilyen engedélyt adtam arra, hogy én elmondtam, hogy én is bénáztam, engem is becsaptak, voltak nagyon érdekes történetek, sztorik, akkor valami mindenki megkönnyebbül, hogy veled is, hát képzeled velem is, és meg tudnak nyílni, és valahogy megkönnyebbülnek a hölgyek, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. Hát így közel a Magyar Kultúra Napjához mi másról is kedveskedhetett volna itt a Kulturális Központunk, mint egy könyvbemutatóval, ami hát nem egy új könyv végül is, hiszen már egy éve, több mint egy éve, közel egy éve mondjuk azt, megjelent.
Igen, csak figyelemfelhívó a címe, hiszen nem mind arany, ami férfi. Hát azt mondanám, hogy ez akkor egy nőknek szóló, hát könyvbemutató volt. Igen, általában hölgyolvasók keresik az én könyvemet, de büszke vagyok arra, hogy férfiak is olvassák. Ezt mindig hangoztatom, hogy egy okos férfi női könyveket is olvas. Így van, mert hogy ebből lehet megismerni a másik nemet. Egyébként itt most jóval több férfi volt, mint nő, de hát volt mit tanulni, és hát lehetett is. Hát ugye itt elhangzott a bevezetőben, hogy egyébként ő nem egy író, hanem, illetve most már az, de eddig nem, az, nem igazán az volt, hanem kozmetikus mester. Jól tudom, hogyan jött az írás szenvedély? Igen, én valóban kozmetikus mester vagyok és sminkes, és még most sem írónak tartom magam, hanem inkább szerzőnek. Az írás ötlete pedig onnan jött, amikor egy családi nyaralás alkalmával elmentem a nagyfiammal, és írtam egy rövid történetet, amit megosztottam a social médiában, és olyan nagy sikere lett a humoros formátumnak, hogy kérték a folytatást, és aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy ezeket a történeteket összegyűjtöttem, és egy szerkesztett kiadvány, egy könyv lett belőle végül is. A párkapcsolatokról, egészen pontosan az internetes ismerkedés, hát egy gyönyöreiről, valamint árnyoldalairól. Hát kijutott önnek a jóból, ha jól emlékszem, akkor 5 év termését vázolja fel ebben a könyvben. Igen, érdekes szó az, hogy termését, de igen, a válás utáni 5 évnek a élettörténetét osztom meg teljesen őszintén, hogy hogyan tud egy egyedülálló anya talpra állni, milyen gondolatai vannak, az önértékelését, azt hová teszi ebben a szakaszban, és hogyan tud tulajdonképpen kivirágozni, és azáltal, hogy egy folyamatot megél, akár a netes társkeresésen, akár az életben. Tulajdonképpen erről szól humoros formában ez a könyv. Most egyből bennem felmerül a kérdés, hogy egy válás után az ember természetszerűleg maga alatt van. Teljesen mindegy, hogy milyen ő szakított, nem ő szakított, de akkor is maga alatt van. Na most ebből a helyzetből egy új párkapcsolatot, vagy egyáltalán valamiféle önismeretre épülő továbblépést összehozni, hát nem akármilyen feladat. Önnek ebben segített az, amiket átélt, vagy pedig hát inkább rombolta? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt még senki nem kérdezte így meg tőlem. Igazándiból, ahogy a könyvben is leírom, hogy az elején én olyan naívan álltam arra, abba a dologba, hogy most akkor párkapcsolat és társkeresés, hiszen előbb-utóbb vágyik rá, hiszen az ember társas lény, akár férfi, akár hölgy, de akkor még én teljesen más szemlélettel néztem tulajdonképpen ezt a dolgot, mint ma. Ma másképp nézném ezt a helyzetet, de nem bánom, hogy ezek a dolgok megtörténtek, mert ezek is hozzáadtak valamit az én személyiségemhez, az életemhez, és tulajdonképpen ezt a folyamatot követem, ahonnan indultam, és ahol most vagyok, és ahová fogok majd menni. Hát mindjárt azt is meg fogom kérdezni, hogy hova jutott, de először talán arról, hogy nagyon sok történet gondolom benne van a könyvben, viszont mik voltak azok a legjellemzőbb dolgok, amikkel úgy szembesülnie kellett a férfiakkal kapcsolatban? Bátran. Hát erre szoktam azt mondani, hogy majd a 101. oldalon meg kell nézni, hogy mi van ott. Igazándiból talán azt mondhatnám a legnagyobb tisztelettel a férfiak iránt, hogy előbb-utóbb egy séma következik, hogy be lehet kategorizálni. Már az első mondat, ki hogy köszön, ki mit szeretne, ki mivel indít, ki milyen fényképet küld, és miről magáról. Jaj, ilyet már hallottam én is, igen, hogy nem akármiről tudnak. Igen, tehát ez már azért, először nekem ez is furcsa volt például ez a része, de lehet szűrni. Tehát ez a legjobb mondatom, amit erre tudok válaszolni, hogy szűrni kell. Szűrni kell, és tapasztalatot szerez az ember, és most már nem bánom, hogy ez megtörtént, pedig rengeteget sírtam én ez alatt, amikor ezek a sztorik voltak, de most már nem bánom, hogy ez megtörtént, mert azért ilyen manapság a gondolkodásom azoknak a tapasztalatoknak az alapján. Illetve hát ebből született a könyv is, a könyv egy része. De ez az, hogy bennem felmerül, hogy megint csak az a kérdés, hogy akkor hogy nem adta föl. Tehát sok rosszat is hallunk egyébként, tehát nem csak amiatt, mert hogy ezt a könyvet elolvasok, hanem az ember maga is hallja azt, hogy a Tinderen, a nem tudom én milyen társkeresőkön, hát tényleg, mint egy húspiac, úgy működik. Úgy működik. És idő után az ember azt mondja, na jó, én ezt inkább hagyom a fenébe, inkább leszek egyedül.
Igen, van ilyen nézet is. Hát én valahol mindig hittem, lehet, hogy egy álomvilágban, ezt egy ismerősöm mondta, hogy én álomvilágban élek, hogy valahogy hinni kell a szeretetben, a szerelemben, és hát van valahol az én lovagom is, csak már sietetne egy kicsit. Hát igen. Vissza vagyok fiatal. Bevetésem. Akció indul. Néha úgy érzem magam, mintha én lennék a Délalföld Carrie Bradshaw-ja, a Sex és New York filmből, aki csak álmodozva írja az okosságokat a szerelemről. Bár ha mérlegre nézek, akkor inkább tűnök Bridget Jonesnak, mint légiesen szökkenő, gazella külsejű Carrie-nek. És ha azt vesszük figyelembe, hogy Bridget is milyen pehes volt a pasikkal, meg a súlyával, na, akkor tudni, hogy rokon lelkek vagyunk. Ma szükségem volt egy noteszra. Meg is találtam egy régit, aminek az első két oldalán ott virított a szívszorító jegyzet, miszerint elkezdtek fogyózni, te izibe. Kezdősúly, centiméter, minden, ami kell. Na, úgy téptem ki ezt a két lapot akkora lendülettel, mint valami női névről elnevezett pusztító hurrikán. Ne ezen az adatokon múljon már a mostani boldogságom. Persze mondani könnyű, de az érzés. Régen minden könnyebb volt. Én is. Ma megmértem magam. Jesszus Mária, piszok mérleg, kegyetlenül őszinte. De legalább nem röhög. Nem írom ide, hogy mennyit mutatott, még kiégne a lap. Annyira forró, perzselő adat. Bárcsak minden olyan könnyű lenne, mint elhízni. Vajon a kalória is annyit gondol rám, mint én rá? Elmélkedtem. Pedig én tudatosan táplálkozom. Mindig tudok róla, ha eszem. Ha a test a lélek temploma, akkor a hónap végére az enyém bazilika lesz. Milánnal szoktuk egymást kedvesen ugratni. Ő engem édes kis bálnámnak hív. Én pedig Milán! Te vagy a Taj Mahal. A múltkor mondja nekem Milán. Egyébként anya, tökéletes idő lenne felállni a futópadra. Na, akkor haladj, mondtam. Mi? Kérdezte ő. Mondom, akkor most rajta haladj. Eltem. Ja, én neked mondtam. A gondolkodás fegyele. Lehet, hogy korán kelek, és elmegyek futni egyet. De az is lehet, hogy nyerek a lottón. A kettőnek kb. Ugyanannyi az esélye. Én az utcán sosem szoktam futni. Ha mégis látnál, hogy futok, akkor menekülj te is, mert írtó nagy vész lehet. Azért szeretnék olyan sovány lenni, mint amikor azt hittem, hogy kövér vagyok. Nem könnyű dolog ez. Csak két dolgot szeretnék igazán. Lefogyni és jókat enni. Vajon miért van az, hogyha kinyitom a hűtő ajtaját, és szembenéz velem a répa és a tiramisu, akkor csak a tiramisu hívószavát hallom meg. Engem válasz. Csábít akár egy szirén. Hát, hogy mondhatnék én nemet egy ilyen kedves olasz invitálásnak? De milyen bitang ez a tiramisu. Kis kockákból áll az egész doboz, és valahogy mindig ki kell egyenesítenem, hogy ne maradjon ferde a sor. Aztán szép lassan elfogy. Na de csak nem hagyhatom ott olyan slendriánul cakkosan. De azért van nekem lelki ismeretem is. Tudom, mi a tisztesség. Miközben elegánsan falatozom, divatos szóval nasizom, közben nézem, hogy milyen a hasizom. A Fit TV-n megy a torna, én meg kitartóan nézem. Ha pedig csatornát váltok, akkor keresek valami szívdöglesztően romantikusat. Három az egyben. Nasizom, hasizom, pasizom. Tökéletes kombó. Egyébként a pasik azt hiszik, na most figyeljenek, hogy a nők valami oltári nagy dologra vágynak, a tökéletes férfiról álmodva. Pedig mi nők leginkább arra vágyunk, hogy annyit tehessünk, amennyit csak akarunk, és mégse hízzunk el. Érdekes, ma mindegy. Maradjunk annyiban, nézzük mindennek a jó oldalát,
hogy a kövér embereket nehezebb elrabolni, úgyhogy mi biztonságban vagyunk. Készülődés. És megdöbbenés. A francba, hogy fogok én egy hét alatt lefogyni 20 kilót? A válasz kézen fekvő, sehogy. Igen, bekapcsolt a szokásos pániküzemmód, meg a megfelelni akarás. Hiszen reális, kegyetlen leltárt készítettem karosszériám állapotáról. Lélekölő valóság. Egy hét alatt nem leszek fitness modell. Hurka itt, hurka ott. Cicik? Na, azok legalább vannak, de a gravitáció ádázan tépázza mindkettőt. Mit szépítsek? Lógnak? Na jó, még nem úgy, mint két üres tejes zacskó, vagy mint a spániel füle, de azért nem is olyan vadítóan feszesek, mint két augusztusi göröddénye. Van az a teszt, hogy akkor jó a mellek állapota, ha beteszel alájuk egy ceruzát, és le tud esni. Hát az én kebleim alá egy seprűnyél is víha befér, és stabilan is tart. És ott vannak azok a fránya szőrök. Igen, nekem is vannak. Szerencsére nem túl sok, és világosak is, de akkor is vannak. Persze, rendszeresen megszabadulok tőlük, de azért az altesti rész nem mindig napra kész. Nem mondom, hogy egy vadregényes burjánzó dzsungel, ahol fenyeget a bozott tűz, de azért nem is mindig tükörsima leszállópálya. Szóval... ilyen teljes körű harci készültséget csak is bevetés előtt alkalmazok, mert a gyantázás igenis baromira fáj. De persze így jön a lerágott csont, a szépségért szenvedni kell. Ezt valami hülye egyszer kitalálta, és azóta ez jut nekünk, és ezt én tudom a legjobban, hiszen ez a szakmám. Nagyon fontos dolog, és többször is feljött egyébként itt a beszélgetés folyamán, hogy miért is van az, ami van. Nem csak az internetes társkeresésre értve ez, hanem hogy tényleg az, hogy az emberek nem igazán megismerni, vagy hát valaki igen, de a nagy többség nem igazán megismerkedni akar, hanem pótolni valamit, vagy egyáltalán hát szex, az egyértelmű, hogy az a férfiak főleg erre ugranak. Na de hát ez miért alakulhat ki? A felgyorsult életünknek ez is egy következménye, vagy valami más is lehet? Az ön tapasztalatai szerint. Igen, tehát a mai felgyorsult világban valóban azért nehezebb talán ismerkedni, mert talán ez az önzőség. Igen, az önzőség, hogy mindenki a saját igényeit veszi alapul, és nem a másiknak az igényét, vagy nem is kíváncsi a másikat megismerni, nem hagyunk időt rá. Mindent gyorsan akarunk, mindent azonnal, és úgy, ahogy nekünk jó. És még ami hiányzik, az az önismeret, mert az oké, hogy én mit szeretnék, de ahogy az előbb is itt említettem a beszélgetésnél, hogy de én mit tudok adni? És ez is fontos, hogy én mit tudok akkor beleadni abba a kapcsolatba, vagy ismerkedésbe, vagy én milyen ember vagyok. Hiába akarok én egy tökéletest, ha nekem is vannak hibáim. És igen, erre szokták azt mondani, hogy magunkat mindig visszük a következő kapcsolatba, és aztán csodát várunk, hogy majd a másik, a következő majd jobb lesz, vagy más lesz, aztán ugyanazzal szembesülünk, amivel az előző kapcsolatot befejeztük. Pontosan, pontosan. Mindenből tanulni kell. És talán az lenne a legjobb módszer, hogyha egy kapcsolat vége, amikor befejeződik egy kicsit az ember, kiértékelné, megnézné, hogy milyen hibákat követett el, mit lehetne másképp csinálni, egy kicsit meggyászolni, kicsit úgy önsajnálat, lehet az egy picit, csak aztán tovább lépni. De valahogy a mai világ annyira felgyorsult, hogy ezt a részt akarjuk átugrani, és gyorsan akkor egy másikkal pótolni, és az a baj, hogy amíg nem gyógyul meg valakinek a lelke, a szíve, addig nem tud egy másik embernek olyan dolgokat adni cserébe, vagy olyan kapcsolatot kialakítani, amikor még nem teljesen gyógyult ez a szív. Igen, nekem egyébként is ez a legjobb társunk, egyébként önmagunk vagyunk, és hogyha ez rendben van, akkor jöhet valaki más, akire egyébként ezt kivetítjük, és éppen ezért tetszik neki az, amit lát. Egyébként pici beszélgessünk azért a könyvről is, hogy épül föl, tehát az, hogy ebbe történetek vannak, és akkor ennyi, mert hát az ugye tudjuk, hogy hát fergeteges, tehát elmondták azt, hogy iszonyatosan vicces formában adja elő, tehát nem egy negatív kicsengésű könyvről van szó, hanem tényleg az életnek a hát a rossz oldalát is vidáman próbálja, pozitívan fogni. Ez így van, és ugye már maga a címe, hogy nem mind arany, ami férfi, vagy kalandok, kalandorok nem kíméltek,
Először is azt kell mondanom, hogy ez nem egy férfi gyűlölő könyv, ezt mindig el kell mondanom. Köszönjük. Imádjuk a férfiakat, szeretjük őket, szükségünk van rájuk. Viszont ez egy vicces könyv, és igazándiból, ahogy említettem is, hogy a nyaralásokkal indult, a kalandokkal, és utána aztán a kalandorok, ez egy apró titok, hogy stilisztikai szempontból, illetve időrendi szempontból először a könyvben a kalandorok szerepelnek, és utána a kalandok. De a való életben először a nyaralások, az utazások születtek meg, és abból kaptam egy csomó visszajelzést, hogy de jó, és így született meg a könyv. De ezt mindig szoktam mondani, hogy ha Star Wars-ban lehet ilyen cserélés, hogy melyik rész hanyadik után, hogy így született meg tulajdonképpen a könyvnek a szerkezeti része, hogy először ugye a internetes társkeresésről szól, és miután a kalandorokat már megunom, ha lehet ezt mondani, mert annyi olyan dolog történik, akkor kalandokra cserélem, és utazunk, és aztán a mai világ is benne van, tehát a karanténról is írok, hogyan lehet otthon megélni ezt a helyzetet. Mivel én nő vagyok, ezért a nőknek az önismeret, az önszeretet, hogy éljék meg a nőiességüket, ez is helyt kap benne. Azt gondolom, hogy ennek a könyvnek egyébként az értékét az is mutatja, itt láthattak már bejátszást itt a beszélgetésben a kedves nézők is, hát kíméletlen őszintességgel van önmagáról is, és elég intim dolgokat is felhoz, de valójában én azt mondom, hogy minden ember ezen értelemszerű, meg teljesen természetes, hogy elgondolkozik, mondjuk a gyantáztatás, meg hasonló esetekről, tehát hogy szerintem emiatt is olyan a fogadtatása ennek a könyvnek, amilyen, mert kíméletlenül őszinte. Igen, én annak szántam, mert én magam is a személyiségemet tekintve én egy őszinte ember vagyok, kedves, de őszinte, és nem hazudtolhatom meg önmagamat, tehát nyilván azt írom le. De talán pont ez is a sikere, hogy többen tudnak azonosulni is ezáltal, hogy velük is ez történik, vagy ilyen gondolataik lehetnek, és talán ez az, amiért megkedvelték ennyire ezt a könyvet. No, hát, hogyha valaki szeretné elérni, akkor egyébként a képen látható volt, hiszen itt egy Molino mutatta azt, hogy hol és miképpen lehet önt utolérni, megtalálni, és ezt a könyvet megvásárolni. Azonban még itt a végén hagyd kérdezzek egyet. Felhoztam az elején, hogy hát amit arról is fogunk beszélgetni, hogy most akkor ezen rengeteg történet után most önnek hol tart az élete? Hol tart a párkapcsolata, a keresés vagy a nem keresés? Tehát, hogy most önnel ezen történetek és kalandok után mi történik? Hát a könyvnek az utolsó oldalán ugye az van, hogy folyt köv. Uh-huh. Ez ugye sugallja azt, hogy azért lesz egy folytatása, és azt nem akarom lelőni a poént. Az, hogy én a mai nap éppen hogy állok, nincs párom, De nem azt mondom, hogy nem bánom, mert hogy ez így nem igaz, de én olyan jól érzem most magam, pont azért, mert ott tartok, hogy először magamat szeressem meg. És ezt tavaly határoztam el, hogy ez az év arról fog szólni, hogy szerelmes leszek magamba. Ez nem önzőség, tehát nem abból a szempontból, hogy most én ilyen egoista leszek, hanem magamat is meg kellett úgy ismernem, hogy akkor én ki is vagyok valójában, és mit szeretnék. És én hiszem azt, hogy ennek a kisugárzása is valahogy másabb, mint amikor valaki görcsösen keres valakit, mondjuk én sosem görcsösen kerestem, de mégis valahogy másabb az, és akár férfi, akár nőről beszélünk, ha valaki mindenáron akar valamit, az teljesen más, mint amikor, ha ránézel valakire, és azt látod, hogy de jól érzi magát. Hát a társaságában, na, hát akkor kíváncsian várjuk a második részt, nem tudom, hogy ez az utazás benne lesz-e, de hát gondolom, hogy igen. Ó, hát sok izgalmas történet lesz majd, de ez titok. Szeretjük a titkokat. Így van, ez jó. Hát akkor köszönöm szépen, nagyon örülünk, hogy ellátogat itt a Mezőberénybe, bár nem olyan nagyon messziről kellett jönni, amely a Főding Békéscsabai. Ott meg lehet ön találni, és akár beszélgetni is a tapasztalatokról, mert azt gondolom, hogy ebben a mai világban ez most probléma. Szóval nagyon sokan vannak így ezzel, nehéz azért megtalálni életünk párját, meg egyáltalán egy olyan embert, akivel tényleg jó leélni az életünket. Fontos információit a végén, a kedves nézők teljes egészében is megtekinthetik ezt a könyvbemutatót, mert nagyon sok értékes gondolat hangzott. Tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és még egyszer örülünk, hogy itt volt Mezőberénybe ezzel a könyvvel. Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen értékes emberekkel találkoztam. Nagyon szép este volt. Ez például ma délelőtt jött egy olvasótól.
szerintem nincs is benne olyan, amit nem lehetne elmondani. Kedves Simonetta, most, mint kísérő ülök a kórházban, egy vizsgálatra várva. Elhoztam a könyvedet, gondoltam, elkezdtem olvasni. Hát én itt kuncogok magamban a maszk mögött. Jól éreztem én, hogy ezt a könyvet el kell olvasnom. Legyen szép napod, olvasok tovább. Tehát nagyon aranyosak a visszajelzések. Azt is elmondom teljesen őszintén, hogy negatívat is kaptam, nem sokszor, de mindig ugyanaz volt a negatív. Az volt benne a negatív kritika, hogy túl sok férfi hirdetést tettem bele, és nem ezt akarják olvasni, hanem az én gondolataimat. De én direkt azért tettem bele, hogy így hirdetnek a férfiak. Tehát ilyen hirdetések vannak. Most jól értem, Simonetta, hogy a társkereső oldalon a férfiak bemutatkozásáról beszélünk. Igen, pontosan. Igen. Igen, mert van, aki felmerészkedett már ilyen oldalra, van, aki még sosem volt. Igen. Ők kíváncsiak, hogy akkor hogy hirdetnek a férfiak. Ugye a régi időben azért úgy hirdettek, hogy hány éves vagyok, hány centi magas vagyok, dohányzok, nem dohányzok, igen, kész, ennyi. Hát ma már nem úgy hirdetnek. Meg nyilvánvalóan így tudta akkor szembesíteni a bemutatkozásukat, és utána a találkozásra. Igen. És tényleg, hogy ezért ez egy olyan nagyon tömör rész, de hogy ahogy beszélgettünk az elején, hogy ez egy társadalmi helyzet is, hogy tényleg ez a helyzet, mondhatnunk, mint bármi más, de így hirdetnek. Persze, azt tegyük hozzá, hogy lehet, hogy a hölgyek oldala is, nyilván én azt nem ismerem annyira, mert volt már olyan beszélgetésem, amikor azért visszajeleztek férfiak, hogy na ők hogy jártak a nőkkel. Tehát ezért itt nem csak arról szól a helyzet, csak nyilván én a saját szemszögömből férfiakkal ismerkedek, és ezt tudom elmondani, de biztos, hogy a férfiak is tudnának olyan történeteket mondani, ami nem túl pozitív.